Együttműködő partnerünk a Zöld Pardon. Gyönyörű. Én azt mondom, tehát hogy azért ez a lengyeli part legszebb darabja. Mármint a kocsiról beszélsz? Hát a kocsi, nem te róla, tehát ránézek, na hát ezt a lengyel robotot. A lengyel. Figyelj ide, egy időutazáson veszünk részt egyébként, mert nem tudom, olvastad az első sort, hogy mit írtak ide a szerzőt. Felolvasom. Olvasd föl, légy szíves. 1972-t írunk. Igen. Az emberek boldogok és vidámok, de ebben a pillanatban olaszországi Torinóban bemutatásra kerül a Fiat új kisautója, a Fiat 500-as, felváltó Fiat 126-os modell. Igaz, a karosszíria új autót takar, de a motortérben az elődjétől örökölt motor dolgozott némi módosításra. Akkor légy szíves most ezeket a módosításokat. Ja, nem figyelsz. Nem figyeltem, mert köbcentiben vagyunk, 594 köbcenti hengerű tartalom. Úgy, motorral úgy. Szerelt jövevény, teljesítménye 16,9 kW, közel 23 lóerő. Ó, 23 hoppa. Kis paci itt dübörökben, egy egész ménes. Tehát azért figyelj, most neked mondom, csak ilyen belső poén a tápi egészen biztosan megirigyelne. 23, hát 23 figyelj, Zoli, akkor ez a kocsi. Ja, és hogy hátul van a motorja. Aha, hát ezt nem tudják megnézni a nézők, de egyébként szerintem mindenki, aki itt Magyarországon egyszer is végigment az utcán a 80-as években, az biztos, hogy látod, de ezek mai napig járnak ilyen autók, és zseniális. Ezt tudod, miért van nyitva? Mert hogy, ez léghűtéses, és hogy szellőzzön. És ez a rács, ez nem arra való? De jó, csak hát azért... Ez egy full extra volt, 40 fokos hőségben. Ez időtájt Lengyelországban, tehát most folytatjuk tovább a történetet. Tehát kedves gyerekek, ez időtájt Lengyelországban egy kis autógyártásába szerette utána belevágni. A kiszemelt modell végül a Fiat 126-os modell lett. 1971-ben megvásárolták a licencet, majd megkezdődött a gyártás. Helyszínenek építése, tehát először még csak a gyárat kezdték el építeni. Bielsko Biali gyár mellett építették az új egységet Ricsiben. Jól ejtettem ki? Ugye, mert hogy a Mruznina például az a fagylaj, tehát a Ricsiben. Hát te műsorvezető vagy, Zoli, amit te kimondasz, az úgy van. Úgy van, ezt nem kérdőjelezi meg nem senki. Nem hazudunk, sohasem, tudhatjátok. Két gyár elnevezése lett a Fabrika Samoca, Samoca, Malotra, Turva, fordításban kis hengerül tartalmú járművek gyára. Ezt aki kiolvassa nekem, az komolyan kap egy mamut puszit. Rövidítés FSM, mit kell kiolvasni? Nem, olvasd el az izét. Fabrika Samohodov, Malolitra, Zovic. Mindegy. Menjünk tovább. 1973-ban indult meg Lengyelországban a gyártás. A típus polski Fiat 126P jelzéssel rajtolt, eleinte sok olasz alkatrésszel. Ezeknek azonban hamarosan megkezdődött a pótlása lengyel alkatrészekkel, és a Beast modell bemutatásáig nem is nagyon változtattak ezen a gyakorlaton. Az első modellek krómozott lökhárítóval, krómozott tanksokkával. Ez már nem az első modell. Micsoda? Ez már nem az első modell, itt már feketén gumírozott, vagy nem tudom. 48 lyukú motorháztetővel és típus egyik védjegyével, a kúpos felnivel került forgalomba, a kisautó orrán a régi polszki emblima díszelget, oldalán kis jelvénnyel, licencia Fiat. Megpróbáljuk előrébb tolni. Bemész, Zoli? Ne, csak mi nézzük meg, azt mondták, hogy ja, hát ezt egy kézzel, nem tudom, látjátok-e. Egyrészt rohadt erős vagyok, tehát ezt azért látjuk. Nem bírom. Miért csináljuk ezt? Megvan. Ennyi, kézifék, ennyi. Előző életemben polszki Fiat toló ember voltam, tehát ennyi. Tudni. Oké, kösz, srácok, most már. Nagyon jó, miért meg akarod nézni a hátulját? A nézők láttak már polszki Fiatot, ezt azért mondjuk el nekik csak, hogy aki látott polszki Fiatot, most már képben legyen azzal, hogy honnan is származik ez a csodálatos autó. Punktum. Hol hagytad abba? Igen. 48 lyukú motorháztető, az megvolt, polszki embléma, igen, licencia Fiat Jap, úgymány. Jó, ez is megvolt. 1975-ben megkezdődik a kis polszki hivatalos hazai forgalmazása a Merkur személygépkocsi értékesítő vállalat által. Mai szemmel nézve hihetetlen, ha valaki vásárolni szeretett volna, közel 1-2 évet várakoznia kellett, hogy készhez kapja a hőn eljutott autót. Korabeli újságok szerint az induló ár 80 ezer forint körül volt. Bizony, nem az volt, hogy mi bemész, aztán már is hozod. Hát igen, bőven viszont kellett akkor mindenkinek volt munkája, most meg nincs. Tehát most hiába hát tudsz megvenni autót, Zoli, mert pénzed nincs rá. Na mindegy, de most 72-ben vagyunk, Zoli. 75-ben, nem figyelsz. Ja, 75-ben. Különböző források alapján kb. 3.300.000 darab készült Lengyelországban. Az olasz autókkal együtt több mint 4,5 millió darabot gyártottak. Alatt az olaszok sokkal kevesebbet gyártottak, ők nem tartották ezt annyira jónak. Mindegy, a lengyeleknek tetszett. Ez a darabszám a közép- és kelet-európai Trabantot is megelőzve legnépszerűbb kis autó lett
a Polski Fiat 126. Legközelebb a Trabanttal folytatjuk. Nem. Tudom, hogy kipróbálom, hogy olyan magas ember, mint például én, akinek egy röhely, egy ilyen kis autó, hogy férek be? Mit szólsz? Hát én szerintem csodálatosan. Én azért mondom, hogy ez nem az a tipikus randi autó, a hátsó ülésen megdöngeted az asszonyt. Hát... jönnél ide. Egyébként szerintem elférsz. Igen. A saját kocsimban se ülök másképp egyébként, ott is így a kormány. Azt kéne még megnézni, hogy ketten megbírjuk emelni. 140, ezt lehet, nézd meg, Zoli. 140, aha, persze, csak szeretné. Van benne 76 ezer kilométer. Nagyon profi kis műszerfala van. 140-et megy ez az autó, én tarajost ugrok a betonba. Hú, van duda is. Szuper. Állítólag ezen a modellen egyébként már kifele nyílik az ajtó, a kormány forgatható, a szélvédő átlátszó. De mondjuk egy probléma van egyébként, Zoli, hogyha így hallod, Zoli? És ebben már motort is szereltek. Ha így ülök, akkor az baj, nem tudom, azt sem nem tudsz váltani. Nem tudok váltani. Hát ennyi. Nézzük meg téged. Én nézem meg, hogy én beleférek-e? Persze. Na, 107 kiló szintiszta izom, jó, ne, persze, nem? Már, lufikkal együtt. Na nézzük. Csak beleültek neked a csodabogárba. Én nekem egyébként tök kényelmes. Igen. Én azt mondom, hogy itt a magasság inkább nagyobb korlát, mint a... Bár egyébként lehet, hogy tér... Ah! Na! Opa! Van az a dal, hogy Trabantban szállni élvezet, ez a Polski Fiatra is igaz. Szerintem nyugodtan megénekelhették volna ebbe a verzióba is. Van ebbe kulcs? Üresbe vagyunk, Zoli? Nem, hülye vagyok. Azért oda teszi magát. Hoppá! Nem tudom, mennyire örülnek neki, hogy ezt most itt beindítottuk. Szerintem semennyire, úgyhogy kikapcsolom. Elindultak felénk a kidobók, úgyhogy akkor viszont úgy vágyunk. És elhagyjuk a helyszínt. Nagyon jó, nem tudom, hallottátok-e. Tehát azért, amikor a 23 paci megindult, tehát az a ménes úgy felnyerített. Tehát régen, közben... régen tudtak kocsit csinálni. Ennyi. Hát ezt nem akartam én kimondani, köszönöm, hogy kimondtad helyettem. Ez a mai napig elmegy. Nem tudom, hogy ez az eredeti kárpithet, de ha igen, akkor nagyon szép. Nem férek be. Aha, igen, van igen. Itt minden. Van szemellenző, van tükör, mind a két oldalon. Kesztyűtartó. Rádió. Jó, opa. Igen. Na jó, hát azért, de várj, ez kazettás. Kazettás rádió. Kazettás magnó, besírtok. Mi az, amit még itt élvezkedni lehet? És meghallgatjuk Kádár János beszédét 1975-ös május 1-éről. Kapcsolt ki, mert nagyon csúnya zúgó hangja van. Igen. Jó, szálljunk, mert én kellemetlenül érzem magam ebben az autóban, és nagyon meleg. A légkondicionálás természetesen olyan formában volt megoldva, mint a korabeli autókon az összesen, hogy pillangó ablakot fogtad, elfordítottad ebbe az irányba, és minél nagyobb szögben fordítottad, vagy teljesen visszafordítottad, akkor szépen a cickódra, a mellhártyádra érkezett a hideg. És milyen aranyos kis tanksapka, Zoli, ide néz. Igen. Megkérdezzük a tankcsapda frontembert. Lukács Laci. Laci, mi a helyzet mostanában? Ezt a létezik a zenekart. Jó van. Én szerintem ebben ennyi volt ebben a csodálatos autóban. Akarunk még erről beszélgetni? Hát már megyünk egy költvele, aztán nem engedik, hogy menjünk vele. Úgyhogy szerintem itt elbúcsúzunk. Te hamarosan beszélgetni fogsz valakikkel. Sunshine State zenekar fog majd jönni ide hozzám. Hozzá pedig a Magyar Dalnapja egyik résztvevője. Egy zenekar, igen, zenekar. Itt van velünk az ugye a menedzser és az egyik tag. Figyelek, itt vagyok még mindig. Nagyon profi vagy, Zoli. Videoklip és reklám, ezt nézzétek meg. Maradjatok velünk.